elvenni a témát, és nem is az én tisztem, hogy ezt a könyvet bemutassam. De Simonovics Andrást kértük föl, az MTA doktorát nyugdíjszakértőt, hogy mutassa be a könyvet, valamint Nyilas Mihályt, az ELTE szociálpolitikai tanszékének tanszékvezetőjét, hogy szintén tegye ezt meg. Ebben a sorrendben kérném őket, hogy mondják el gondolataikat, majd harmadiknak természetesen a szerzőt kérjük meg, hogy beszéljen nekünk a könyvről. És ha van időnk, és van kérdés és érdeklődés, akkor szívesen állunk egy beszélgetésre is rendelkezésre. Én átosabom Simonovics Andrásnak a szót. Hát köszönöm a meghívást. Ez az igazság, hogy én már a tanulmánynak, ami alapján Balázs habilitált, már írtam egy dolgozatot, egy bírálatot. Most azt részben felhasználnám, de hát azért próbálom szélesebb körbe helyezni, és valamit föl fogok olvasni, nem tudok. Ilyen témáról nem tudok szabadon beszélni, elnézést kérek. Krémer Balázs igazi szociológushoz méltóan írta meg 220 oldalas könyvét. Nem elégedett meg a népesség öregedés, én az idősödésszót nem szeretem, csupasz nyugdíj közgazdasági elemzésével, amely alig foglalkozik az időskori népesség jövedelmi és társadalmi szerkezetével. Mélyebbre ásva feltárta például a kölcsönkapcsolatot az időskori jövedelmi helyzet és a várható élettartam között. Minél szegényebb valaki, annál rövidebb ideig él, és minél rövidebb ideig él valaki, annál kevesebben kap vissza a TB járulék befizetéseiből. Krémer Balázs ragyogó és egyben szórakoztató tudományos és népszerűsítő művel ajándékozta meg a magyar közönséget. Ezen a dicséreten az se változtat, hogy a szerző még számomra is túlságosan szabadon fogalmaz, ásd a címet. Most próbáltam néhány nagyon fontos megállapítást kiemelni, és aztán majd még azt kommentálom is. Tehát, hogy az egy nagyon jó dolog, hogy megnőtt a 20. században, már előtte is, a születéskor várható élettartam. Tehát ez azt jelenti például, hogy Mozart, aki 34 évesen halt meg, hogy ő 6 gyereke született, és csak 2 érte meg a felnőttkort, a másik 4 az előbb meghalt, mint hogy Mozart meghalt volna. Tehát vigyázzik előbb a születéskor várható élettartammal. Először ez főleg a csecsemő halandóság, tehát azt most kimerítettük a lehetőségeket, most már egyre inkább az öregek túlélését is érinti. Tehát ez egy nagyszerű dolog, ez komoly gondot okoz persze a nyugdíj ellátásban, de ez egy pozitív dolog, ami a negatívum, és ez, ami Magyarországon senki sem hangsúlyozta ilyen erőteljesen, mint Balázs, hogy nagyon egyenlőtlenül oszlik meg ez a nyereség. Tehát a gazdagabbak, a jobbmódúak egyre tovább élnek, egyre egészségesebben, és a szegények azok alig követik ezt a növekedést. Ez különböző társadalmak, különböző országok másképp oszlik ez. A szerző példamutató abban is, hogy beágyazza Magyarországot a volt szocialista országok csapatába, táborába, és az EU-ba is. Tehát egy széles körű nemzetközi kitekintés nyílt, rámutatja, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbségek. Na most, ami szégyellem, hogy nem nekem jutott eszembe, számomra ez volt a legnagyobb reveláció, és azóta mindenit idézem, hogy a Balázs az észrevett egy aszimetriát a nyugdíj fronton, a magyar nyugdíj fronton, a következő, hogyha megnézi az ember, hogy a nyugdíjak hogyan oszlanak el, akkor azt mondja, hogy nagyjából szimmetrikus, hogy ugyanannyian vannak alatta, mint fölötte, holott, ha megnézzük az új nyugdíjakat, amiket előző évben adtak mondjuk,
Ott ugyanaz az aszimetria van egyre inkább, mint a keresetekben, hogy sok átlag alatti kereset van, és kevés átlag fölöttül. Mi az oka ennek? Hát az az oka, hogy a kiskeresetűek hamarabb kihalnak, mint a nagykeresetűek. Egy egyszerű számpéldát mondok, hogyha két kiskeresetű van és egy nagykeresetű, a nyugdíj, friss nyugdíjasként megmarad, de meghal idő előtt a egyik kiskeresetű nyugdíj, és rögtön szimmetrikussá válik a helyzet. Tehát ezért nagyon nagy felismerés, meg kell írni egy nemzetközi cikkben is. Például még nem akarnám elmondani a könyvnek a tartalomjegyzékét, számos része van, nem olyan könnyű 5-10 percben ismertetni. Inkább kiemelnék néhány nagyon fontos gondolatot. Korábban magam sem mertem leírni, de értékelem és fontosnak tartom Krémer Balázs következő megállapítását. Az idősügyi szakértők túlzottan azonosulnak az idősügyen. Például senki sem, még én sem mertem nyilvánosan vállalni, hogy 2002-ben vagy utána fölépjek a 13. havi nyugdíj bevezetése ellen. Tehát mi hibáztunk, hogy azt hittük, hogy minél nagyobb nyugdíjakat osztogat az államvállalat. Nem törődtünk ellen az, hogy máshonnan hiányzik ez a pénz. Most hozzátenném ellenkező elvügyelmi torzítás, amely még visszásabb, hogy az amerikai közgazdaságtan számos nagyja, de a saját pénztárcájukra gondolva kifogásolják, hogy az amerikai nyugdíj az nem ugyanolyan rossz a szegényeknek, mint amilyen az amerikai egészségügy. Tehát saját befizetett pénzüket sajnálják a szegénynek. Teljesen egyetértek Balázzsal abban is, hogy a demográfusok, a magyar demográfusok jelentős része nemzethalált vizionál. Tehát például, ezt talán nem eléggé domborítja ki Balázs, de hát az elmúlt 5 év magyar nyugdíj vitáját messze ez dominálja, hogy hogyan lehetne a nemzethalált késleltető szülőket minél gálánsabban jutalmazni. Tehát például egy 3 gyerekes családapa, mint én, az 2-szer olyan nyugdíjat kapjon, mint egy gyerektelen, hasonló fizetésben. De azért van eszük ezeknek a szakértőknek, mert a nem érettségizett gyerekeket nem számítanám belőle. Általában azt mondanám, hogy a Balázsnak az a fő teljesítmény egy nagyon koherens, átfogó képet fest hazai, nemzetközi folyamatokról. Nem, tényleg a könyv olvastatja magát, nagyon szép ábrák vannak benne, és sokoldalúan vizsgálja a dolgokat, megint idézek valamit, hogy az idősek helyzetét előteljesebben befolyásolják az adott országok közpolitikái, mint az adott ország demográfiai helyzete. Tehát megint Magyarországon, bár én azért rosszabbnak látom a demográfiai helyzetet, mint sok hozzám hasonló liberális nyugdíj gondolkodó, de nem olyan rossz, és nem lehet csak ezzel foglalkozni, mint a KDNP szakértőink teszik. Amivel megint egyetértek Balázzsal, hogy ez az átlagos gondolkodás, hogy általános korhatár, és akkor azt hiszi a magyar kormány, hogy senkit nem lehet az általános korhatár alatt nyugdíjba engedni, kivéve azokat, akiket ő szeret, a 40 éves jogviszonyú nőket, és hogy ezt már Németországban is felismerték, hogy bizonyos társadalmi rétegek olyan nehéz munkát végeznek, még ma is, és úgy elhasználódnak, hogy nem lehet őket tovább dolgoztatni. Tehát nagyon fontos a humánus gondolkodás. És ami ez, ami az én nem értek, de ezt is Balázs nagyon világosan feltárja, az atipikus foglalkoztatási pályák terjedése. Tehát az, hogy Németországban ilyen alacsony a munkanélküliség, ez azért van, mert
csomó nyomorúságos munkát engedélyeznek, még mindig jobb, mint ha otthon ülne, de az átmeneti országokban, most már lassan 25 éves az átmenet, ugye, még rosszabb a helyzet, mert a társadalom széles rétege képtelen volt újraképezni magát. Tehát korai nyugdíjba menekültek, rokkant nyugdíj. Na most, ami, tehát nagyon sok fontos dologgal megismernénk, nagyon jó a karikatúrák, szellemesek, nagyon jók a sémák, ahogy mutatja, hogy egész más egy társadalomnak a dinamikája, ahol rövid az élettartam, mint ma, ahol hosszú. Tehát ezeket nagyon támogatom, élvezem. Most engedhessék meg, hogy néhány kritikus észrevételt is tegyek, hogy amit én hiányolok, hogy nem elég, tehát a közgazdasági problémákra már nem marad ereje. Tehát a társadalmi színesség, a kaleidoszkóp feltérképezése annyira leköti a figyelmét, hogy nem mindig marad ereje bizonyos ilyen főáramlatok feltárására. Na most, még előtte mondanék valamit, hogy túlzottan depolitizált a művet. Tehát ebben a műben történnek a dolgok, nincs világbank, amelyik meggyőzi a kelet-európai országokat, a tévedet, hogy vezessék. Jó, de nem elég talán, hogy belehajszolták az országokat, egyes országokat ebbe a kötelező magányugdíj rendszerbe, amit aztán Orbán Viktor nagyon elegánsan elköltött nagyon hamar, hogy most a Kaczynski fogja elkölteni Lengyelországban, és valahogy, tehát jó lenne, hogyha a nyugdíj politika nem lenne ilyen politizált, de politizált, és itten választásokat akarunk megélni, vagy elveszteni ilyenekkel. Tehát erről én többet írtam volna. Most egy analitikus hibát még kiemelnék, hogy hogy én is azt szoktam mondani, mint te, hogy ugyan indulok el, hogy ha meg akarjuk érteni a nyugdíjrendszer alapösszefüggését, akkor attól kell elindulni, hogy 40 éven keresztül fizetünk járulékot jó esetben, és aztán 20 éven keresztül kapunk járadékot. És hogyha most nem törődünk az SZIA-val, az egészségügyi, csak a nyugdíjra koncentrálunk, meg a gyereknevelés átmeneti terheivel, hogy a legegyszerűbb esetben azt kell mondani, hogy 40 éven keresztül a teljes bérköltségnek az egyharmadát félre kell tenni, és akkor 40 év akkor csak a kétharmadát tudjuk saját fogyasztásunkra költeni, és akkor a maradék 20 évben ebből az egyharmadból megjön a kétharmad, ugyanolyan fényesen élhetünk, mint fiatalkorunk. Most te valamilyen ok miatt, te nem 100%-os helyettesítésnek nevezted, hanem kétharmados helyettesítésnek, a bruttó nettó összekeveredett, és akkor van egy táblázatod, ahol azt mondod, hogy a kétharmad lenne a normális. Most neked magasabb szinten igazad van, de nem lehet elhanyagolni azt, hogy egy 40 éves munkaviszony alatt egy dolgozónak el kéne tartani két gyereket, tehát akkor már, igen, akkor már kiderülne, hogy azért nem szabad a nyugdíjnak, nem szabad annyi olyan magasnak lenni, mint a nettó jövedelemnek, mint ebből az alapvető modellbe számolunk, mert időskorban már szerencsés esetben nem kell gyerekeket nevelni, mint fiatalkorban kell. Tehát tulajdonképpen ez a legnagyobb kifogásom. Aztán
Hát most csak a kiadó is felelős, nekem lomlik már a szemem, de még azt látom, hogy a vörös csillag hiányzik a... Nem fért rá. A parlamentről. Tehát túl kicsik az ábrák, túl kicsik a számok, a helyértékek nem mindig állnak a helyükön, de ez a könyvkiadót is ugyanúgy lehet bántani emiatt. Vannak elírások, tehát én bizonyos dolgokat kifogásoltam, nem mindent javították ki, de tulajdonképpen nem ez a fontos, tehát összefoglalnám, hogy ez egy nagyon jó könyv, úttörő könyv, ez egy híd a közgazdászok felé, még tennék önkritikus megjegyzést is, hogy a mi szakmánk, az túlzottan a korosztályokra összpontosított, a nemzedékek közötti újraelosztásra, és keveset foglalkozott a nemzedékeken belüli újraelosztásra, tehát mi mindig ebbe a, ez egy tipikus matematikusi közgazdasági hiba, hogy a reprezentatív ágensbe, ügynökbe hiszünk, és te ezt nagyon jól agyonütöd, tehát a te könyved után nem lehet már ezentúl átlag emberbe gondolkozni, hanem csak az átlag mellé a szólást is meg kell tenni. Tehát gratulálok! Köszönöm szépen, Hegyes Mihály! Én nem olvastam korábban a Balázsnak ezt a munkáját, illetve egyrészt is olvastam, mert ahogy említi is valahol menet közben, két része ennek a munkának, a Magyarországgal foglalkozó két rész megjelent Szociológiai Szemlében és nálunk a Mesébe. Tehát azt egyrészt olvastam, és nekem legalábbis írtózatos nagy örömöm, de valamiféle kis mini vitát ki is váltottam. Egy nagy dolog manapság, hogy nem tudom, a szociálpolitikában talán máshogy is érdemi vitákat folytatnak az emberek. Én elég akkurátosan kijegyzeteltem ezt a munkát, és arra készültem, hogy végigmondom, de erre most le kell tennem, mert egyszerűen nem fog beleférni 15 percbe. Úgyhogy néhány, hogy Balázst idézem, néhány ilyen impressionisztikus megjegyzésem lenne a munkával kapcsolatban. Az első témával kapcsolatos, hogy idősödés, nyugdíjak, idős gondozás, amiről szó van. Ugye a kiinduló pont valami olyasmi, hogy eddig legalábbis az utolsó egy szociálpolitikai váltásnál, mondjuk talán paradigmaváltásnak a második világháború után úgy tűnik, hogy helyére került az idősügy. Helyére került az idősügy, és ez működött is, nyugdíjakkal se volt különösebb probléma. Ráadásul az idősek voltak ennek a bizonyos paradigmaváltásnak a elsődleges nyertesei, teljesen jogosan. Valami miatt ez a dolog megbojdult a 20. század végén, és ez a valami nem csak az idősügy, csak nem csak arról van szó, hogy tovább élnek az emberek, ugye ami nem csak a szakértők, vagy kvázi szakértők között ismerős, hanem a közvélemény számára is, hogy felborul ez a bizonyos aktív-passzív arány, ami nálad is nagyon sokszor szerepel, hanem arról van szó, hogy valószínűleg egy teljesen új szociálpolitikát kell kialakítanunk. Ennek része az idős gondozás és része a nyugdíj. Én nem kritizálni szeretném, ugye nem dicsérni jöttem ide, de ha talán lehetne, akkor érdemes lett volna ennek a problémának a tágabb szociálpolitikai összefüggéseit is kitérni. Tehát az idősügy az nem önmagában létezik, a nyugdíjügy sem önmagában létezik. Tehát az, hogy ugye rengeteg gondolkozás van azt illetően, hogy kellene az időseket gondozni, rengeteg gondolkozás és terv van, apró munka is van azt illetően, hogy mit kellene csinálni a nyugdíjrendszerre, anélkül, hogy tudomásom szerint, hogy a bölcseknek a körön nincsen még feltalálva, ezen a téren is. De ez nem önmagában van. Ha a nyugdíjat akarjuk változtatni, akkor valószínűleg változtatni kell a szociálpolitika egészét. És ez én legalábbis az ismeretem szerint úgy tudom, hogy a 20. század elején nagyjából olyan horderejű szociálpolitikai változások előtt állunk, részben elkezdtük, amilyen nagy változások voltak a 19. század végén és a II. Világháború utáni időszakban. Ennyit a magáról, a témáról, annak a hátterről. A másik dolog, amiről én néhány mondatot említenék, maga a szerző.
ugye Réme Balázs, aki nagyon jól ismert figurája a szociálpolitikának, és nagyon, szerencsére mondom én, nagyon sűrűn és nagyon jól író figurája a szociálpolitikának. Ebből következően ennek a munkának a alap attitűdje, megint csak mindjárt szólnék néhány szót, engem nem lepett meg. Egyrészt nagyon olvasmányos munkáról van szó. Azt hiszem ebből a szempontból, amit ő többször elmond, hogy ez impressionisztikus időnként, heurisztikus, intuitív, ezt nem mondja, ugyanint én hozzátenném, néha spekulatív, amiket mond és amiket állít. Ezt nyilván egy ilyen nagyon skrupulózus szakmai szemmel végigolvasva a munkát, bele lehet akadni dolgokba, és vitatni lehet ezeket a dolgokat. De ugyanakkor én úgy gondolom, ez ennek a kötetnek a egyik óriási nagy erőnye, hogy mint a elején szabadkozik is Balázs, ő nem szakmunkát akar írni. Tehát ő nem nyugdíjszakértő, ő nem demográfus, ő egyszerűen ugye ezt azonosítja magát szociológus, szociálpolitikusként, ilyen megközelítésben foglalkozik a témával. Én ennél egy kicsit tovább mennék, és talán nagy szavak lesznek, de nekem ez jutott eszembe, amikor olvastam ezt a munkát. Balázs egy régi típusú tudósként közelít a témához. Egy régi típusú tudósként olyan szempontból, hogy egyrészt az egészet kívánja látni. Tehát nem a részlet szakkérdéseket kíván boncolgatni, az egészet kívánja látni, a maga számára legalábbis. Másrészt pedig ez egy másik alapvető, azt hiszem, attitűd a könyvön belül. Rá kíván kérdezni evidenciákra, pontosabban olyan dolgokra, amik evidenciáknak tűnik. De ez többször előfordul, ezzel indul valahol az elején a könyv is, a megírás ösztönzéseként, hogy őt az bátorított ennek a munkának az írására, az az érzés, hogy valami nem stimmel az idős ügyjel. Több minden nem stimmel az idős ügyjel. Egyrészt az idősödésnek a megítélése, a helye. Másrészt pedig, és én ezt sokkal magam szempontjából legalábbis sokkal fontosabbnak tartom, az idősödésre adott közpolitikai reakciók, amik problémásak. Régi típusú tudósként, legalábbis ebben a munkában én úgy gondolom, hogy Balázst alapvetően az vezérelte, ami a társadalom tudósokat nagyon hosszú ideig. Azon kívül, hogy egészben látni a problémát, a másik dolog a kíváncsiság. Nem azért, mert kutatási pénzt adtak rá, nem azért, mert kívülről valami ösztönzést kapott, egyszerűen ő maga kíváncsi erre a dologra, és ő maga szeretne rájönni dolgokra. Mi az, ami a kötet alapján leginkább izgatja a szerzőt? Én két dolgot szeretnék itt ennek kapcsán megemlíteni. Az egyik az idősödésnek a társadalmi struktúrában elfoglalt helye, illetve ennek a megítélése vagy nem megítélése. A Balázs abból indul ki, hogy minimum ez a dolog tisztázatlan. Tisztázatlan az idősöknek a helye, különösen azután, amilyen folyamatok itt beindultak és lezajlottak ennek kapcsán. A másik, ami ennél talán hangsúlyosabb és érdekesebb, az elején teljesen explicit módon, tehát nyíltan Balázs közli, hogy mik a koordináták. Tehát ki rakja azokat a csövekeket, hogy mik vezetik őt ebben a megismerési folyamatban. És mindjárt elmondja, hogy ő ezt vállalja el. Én úgy gondolom, hogy nagyon kemény normatív elemekről van szó. Nagyon-nagyon kemény normatív elemekről van szó. A megközelítése szerintem nem is annyira szociológiai, tehát valamilyen semleges társadalomtudományi, hanem egy normatív szociálpolitikai megközelítésről van szó. Az alapvető problémája a szerzőnek a probléma kezelésével az, hogy egy, hazudunk arról, ami történik, kettő, nincs tudásunk arról, ami történik, harmadrészt, és lehetne ezeket tovább sorolni, harmadrészt pedig, ami történik, az nem kezeli, nem tompítja, hanem nagyon sok esetben felelősíti az egyenlőtlenségeket. Ugye benne van a könyvének a címében is, nem tudom, akik látják, mert én felfigyeltem rá, amellett, hogy tényleg egy, nem tudom, hogy cikorgás, én úgy fogalmaztam meg a magam szemben, egy nagyon barokkos, igen. Tipikus barokkos címről van szó, nagyon jellemző egyébként a Balázsra ez a címadás. Tele van pessimista jelzőkkel.
Miért borzasztó, hogy ne öregszünk? Válságról van szó, és hasonló dolgok. Tehát az egész úgy tűnne, mikor hozzányúlunk, hogy hát valami egészen csúnya, sötét, pessimista gondolatok fognak itt ennek kapcsán előjönni. Balázs végig ragaszkodik ahhoz, hogy a halállal foglalkozik, a halál egyenlőtlenségeivel. Én ezt a magam számára nyugodt szívvel átfordítottam arra, nem a halálról van szó. Nem a halál az érdekes, az élet az érdekes. Tehát az élet egyenlőtlenségeiről van szó, az élet egyenlőtlenségei visznek el a halál igazságtalanságaihoz, hogy valakik hamarabb halnak meg, valakik meg később halnak meg. Azok szegények, aluliskolázottak és italak is ital. Nagyon szépen ki van ez a dolog mutatva. Az adatokkal kapcsolatban. Ezt hoztam, ezt a dolgot, hogy egyrészt nagyon jó dolog, hogy rengeteg adatot használ Balázs. Ahogy itt visszaemlékszem, bőven több mint 100 táblázat, diagram, grafikon szerepel a könyvben, talán egy picit túl sok is. Ez lett a magyarázata annak a tipográfiai problémának, hogy valóban ezeknek a táblázatoknak, grafikonoknak egy része nehezen dekódolható, különösen fekete-fehérben nehezen oldható meg ez a dolog. De én azt hiszem, ez arra vezethető vissza ez a dolog, hogy amikor több éven keresztül ezekről a problémákról gondolkozik, és valahogy próbál legalább maga számára zöldágra vergődni, szeretne talajközelben maradni, és a fellelhető, hozzáférhető adatokból kiindulni. Ahol nincsenek ilyen adatok, ilyen is van, a magyar résznél például, ő maga próbál meg generálni ilyen adatokat. Ez egyik nagy probléma az egész kérdés kapcsán, meg sok más szociálpolitika nagy kérdései kapcsán, hogy igen jelentős adathiány van. Nincsenek megbízható hozzáférhető adataink, ebből következően időként valóban spekulálnunk kell. Néhány szót mondanék még a végéről. Én úgy gondolom, ugye erről nem tudok itt beszélni bővebben, hogy nagyon logikusan átgondolt a könyvnek a szerkezete. Amellett, hogy a stílusa valóban olyan, amit az előbb mondta, impressionisztikus, stb. Időnként el is ragadja talán Balázst a hív, de az ember élvezettel olvassa ezeket a fordulatokat. De hát a végéről néhány szó. Miután végzett a globális trendekkel, az öregedéssel és az öregedés kezelésével, ugye alapvetően a nyugdíjjal és az idős gondozással foglalkozik, nagyon helyesen jelezve azt a dolgot, hogy ez nem meríti ki az idősüggyel való foglalkozást, utána jön a magyar rész, ugye ez a kettő jelent meg a folyóiratokba, és nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon provokatív gondolatokat mond. Ezek közül most hirtelen egyetemelnék ki, ami eszembe jut, és az adott szakmabelieket eléggé felbojdította a szociálpolitikán belül. Ugye a hazai idősgondozási rendszerrel kapcsolatban alapmegállapítás. Ez még egy finom jelző, azt hiszem Balázstól, hogy diszfunkcionális az egész rendszer. Diszfunkcionális, mert nem azt kezeli, amit kellene. Tehát nem a tényleges szükségletekre épül rá, ezért azért meg van azért, nagyon akkurátusan ki van mutatva, hogy miért nem, hanem alapvetően magány szegénységet is magányt kezel, mégpedig nagyon komoly szegényházi tradíciókat, kontrolltradíciókat továbbéltetve. Erről a szintézisről, tehát a végéről néhány szót. Én azt hiszem, hogy legalábbis az volt az érzésem, hogy a Balázs itt egy kicsit elbizonytalanodott. Elbizonytalanodott azt illetően, hogy valakinek mit kellene összefoglalnia, másrészt meg valószínűleg felmerült benne az a dolog, hogy valamit mondania kellene. Hogy ha már ezt mondtam, hogy ez van, ennyi rengeteg ellentmondás van, mi az, ami nem stimmel, arról mondtam valamit, akkor mondanom kellene valamit arról, hogy stimmelne jobban ez a dolog. És itt én azt hiszem, hogy a igazságtalanságokhoz hozzátesz még egy dolgot, mégpedig az, hogy önmagával szemben igazságtalan itt a végén. Ugyanis két dolgot állít. Az egyik az, hogy nem sikerült rájönni arra a dologra, hogy mi nem stimmel ezen a területen. Én azt hiszem, hogy ezt nyugodtan zárójelbe tehetjük. Ez túlzottan szerény megállapítás. Nagyon sok minden le van írva ebben a könyvben, hogy mivel van baj.
A másik dolog már egy nehezebb ügy, hogy mi a teendő. Hát, ha ez a helyzet, akkor mit kellene tenni? És én úgy gondolom, hogy a munkában a 200 valahány oldalban implicit módon benne van, hogy mi a teendő. Implicit módon benne van, hogy mi a teendő. Ő ezt nem mondja ki, de egyértelműen kiolvasható a könyvből. Szerintem a teendő az, és talán a Balázs is egyet fog velem most érteni ebben a dologban, amit számomra legvilágosabban egy olyan szerző fogalmazott meg, aki sajnos módon nem szerepel az irodalom jegyzékben, őt John Miles-nak hívják, és tudomásom szerint egy elég nagy név a nyugdíj szakirodalomban. Miles a következőképpen fogalmazta meg az alapproblémát. Csak a nyugdíjra vetítve. A nyugdíj probléma lényegét tekintve nem fenntarthatósági probléma, nem pénzügyi probléma, így közelítünk hozzá alapvetően. Nem fenntarthatósági probléma. Abból következően, hogy van egy dolog, amit senki nem kérdőjelez meg, minden prognózis szerint 2040-50-60-ig is elmennek már a prognózisok, még az eddiginél is sokkal több idős ember lesz. 60-65-80 éven felül idős. Ebből következően logikusan adódik az a dolog, hogy az időskori biztonságnak a költségei jelentős mértékben, társadalmi költségei jelentős mértékben növekedni fognak. Harmadrészt, és ezt gondolom én implicit tanulságnak a Balázsnak a könyvéből, harmadrészt pedig mindennek a konklúziója az, hogy az igazi kérdés az, hogy ezt a bizonyos többletköltséget hogyan fogjuk teríteni a társadalomban. És ennek a terítésnek a különböző módozatait éljük át az elmúlt néhány évtizedben már. Én azt gondolom, az egész problémának az igazi tétje ez. És van mind gondolkoznunk, remélhetően mind a megszólított szakértő, mind a megszólított, vagy meg nem szólított, nem annyira szakértők is fognak ezen gondolkozni, hozzá fognak szólni, és nagyon remélem, hogy Balázs is tovább fogja gondolni ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen. És akkor most a szerző. Köszönöm, megköszönöm az érdeklődést is. Ugye most én abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy több mint két évvel keresztül dolgoztam ezzel a könyvvel, és sok szempontból ez a nem stimmelnek a dolgok felfedezésének a vágya hajtott, és valameddig eljutottam benne, és amiről most tudnék beszélni, az inkább az, hogy mi az, aminek mégsem jutottam egészen a nem stimmeleknek a végére, és mi az, ami, hogyha most újból nekiállnék ezt a könyvet megírni, akkor talán még erőteljesebben hangsúlyoznék belőle. Ugye az egyik ilyen típusú két kérdésem az teljesen szociológiai, és nem politikai, gazdasági, nem szociálpolitikai, és az mozgál folyamatosan a fejemben, hogy amíg a leírások szintjén nem nagyon tudjuk, hogy mik és hogyan vannak, addig félrevisznek azok a sémák, amikben mi a megoldásokat keressük. Most az egyik ilyen dolog, amiben azt hiszem, hogy valameddig eljutottam, de nem jutottam eléggé messzire, még a saját elvárásaim szerint sem, ami nincs túl sok okom röstelkedni, mert más meg eddig sem az általam ismert szakirodalomból. Az a típusú probléma, hogy demográfusok, epidemiológusok eléggé sok tényt feltártak arról, hogy a halálnak milyen azt megelőző társadalmi egyenlőtlenségei vannak, de amit én kerestem az, hogy a halál, vagy legalábbis a várható életkilátásoknak milyen hatása van az életre. Amivel eléggé megdöbbentő adatokkal és evidenciák, magam számára is meglepő adatokkal próbáltam meg alátámasztani azt, hogy az életkilátásoknak abban az értelemben nagyon komoly egyenlőtlenségeket generáló tényezője van az élet folyamán való különféle társadalmi helyzetekre, hogy annak függvényében, hogy ki milyen hosszan él, attól bizony nagyon erőteljesen függ, hogy mennyi nyugdíjat fog kapni az életében, hogy fog-e gondozást kapni az életében, hogy fog-e egy csomó minden dologban részesülni. Most ez módszertanilag is egy csomó mindenben bonyodalmat okozott, ugye az elmúlt évtizedekben a szociológiai kánon az ez a módszertani individualizmus volt, amelyben kérdőívek alapján egyéni dolgokból próbáltuk meg összerakni a társadalmit. Itt én eléggé meg voltam lőve abba az értelemben, hogy egyetlen emberről sem tudjuk, hogy meddig fog élni, és a halálozási adatokból kellett, hogy valahogy visszakövetkeztessek és spekuláljak és becsülgessek. És nagyon örülök annak, hogy jeles matematikusok tulajdonképpen az efféle spekulációimat és becsléseimet elismerően és elfogadóan mérlegelték.
De még egyszer, itt a módszertani kérdéseken túlmutatóan azt gondolom, hogy az életkilátások valóban nagyon súlyos társadalmi egyenlőtlenségi tényezők, amiket nem nagyon szokás így figyelembe venni. Azt a dolgot, hogy a halálnak milyen egyenlőtlenségi okai vannak, azt igen. De azt a dolgot, hogy a várható életkilátásoknak milyen visszahatása van arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségekben ki hol helyezkedik el, erre kevéssé. A másik ilyen szociológiai problémán, amit értékelőim is pontosan levettek, az azzal függ össze, hogy az idősödésről tulajdonképpen állandóan ilyen homogén módon gondolkodunk, mint hogyha az idősség az egy társadalmi hely kijelölő tényező volna, ami mögött számos társadalomfilozófiai hagyomány van, az összes társadalmi struktúra elmélet az a munkamegosztásban elfoglalt helyből indul ki, és hogyha valaki kiesik a munkamegosztásból, akkor úgy azonos skatujába rakja, de ezen túlmenően is az idősekkel szembeni társadalmi elvárások azok túl homogének, túl, hogy úgy mondjam, túl lebutított és sok szempontból tarthatatlan szerepelvárásokat jelentenek az idősekkel szemben. Az időstől elvárják azt, hogy panaszkodjon. Az időstől elvárják azt a dolgot, hogy ilyen másodlagos előnyökre. Ha eléggé jól panaszkodik, meg eléggé sokat panaszkodik, akkor kollektíve is, meg egyénileg is jól fog járni. Ami valahol teljesen embertelen és elfuserált elképzelés az emberről, hogy úgy kezelni, mint hogyha beteg volna, aki hogyha elfogadja az orvosi autoritást és tartósan ágyba van, akkor majd ágyba fogják hozni a teát. Hogy nem, erre nem lehet életet berendezni, ez egy teljesen elhibázott és társadalmilag nem produktív hozzáállás az idősekhez. Ami mögött persze benne van az a típusú felismerés, amit megpróbáltam kifejteni, és köszönöm, hogy ezt levettétek, hogy tulajdonképpen az egész homogén időségben való gondolkodás ez egy csomó szempontból inadekvált. Egyszerűen nem lehet az idősekről úgy gondolkodni, hogy a képzetlen pasik azok nem érik meg a 60 évet sem, és a diplomás nők meg jóval 80 év fölötti életkilátásokra vannak. Ezek olyan borzasztóan nagy különbségek, amely nem lehet azt mondani, hogy ez egy társadalmi csoport. Ez egy társadalmi réteg, a társadalmilag valahogy azonos helyre kell nekünk rakni ezeket az embereket. Némiképp ezt próbáltam magával a mindenféle provokatív címmel, Mick Jaggerrel, egyebekkel jelezni, hogy itt valahol nem megfelelők azok a sémák, ahogy értjük, ahogy látjuk, ahogy leírjuk a helyzeteket, és tulajdonképpen igaza van Misinek, hogy a vége felé, tehát nekem van egy ilyen egalitáriánus világképem, amit eléggé világossá tettem rögtön az elején, hogy úgy mondjam, ez a Max Weberi tudományának a része, hogy az ember a saját értékeit, amiből megfogalmazza, meg felveti a dolgait, azt tegye tisztelve. De valóban egy csomó szempontból a saját logikám szerint sem vállalhattam a féle tudományos, logikai következtetésként, most mind azokat a politikai, közpolitikai gondolatokat, politikai gazdaságtani gondolatokat, amelyekben, hogy én merre keresgélném ezeket a dolgokat, azt Misinek teljesen igaza van, hogy az kiolvasható, és igazán kétségbe esnék akkor, hogyha nem lehetne ezekből kiolvasni. De számos politikai természetű gondolat dolgában azt gondolom, hogy itt nem csak a helyzeteket kellene tisztázni, hanem bizony az értékeket, a politikáról való gondolkodásmódokat is, amelyekben én magam nem tudok önállóan politikát hirdetni, a politika általában egy ilyen kollektív üzen. Tehát, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz a kérdéshez, hogy mondjuk a iskolázottság tekintetében ilyen borzasztóan nagyok az idősügyi közpolitikai hozzáférések, hogy ahhoz úgy viszonyuljunk-e, mint amire politikailag választ kell találni, vagy úgy viszonyuljunk, ahogyan a Strauss a társadalmi szerződésekről gondolkodva előírja, és mondjuk, ahogy mi magunk viszonyulunk, hogy tudnék például azt a tényt, hogy a nők rövidebb ideig dolgoznak, mert közben gyereket szülnek, meg hosszabb ideig kimaradnak a munkaerőpiacon, viszont hosszabb ideig élnek, ebből eszünkbe nem jut arra következtetni, hogy a nőknek magasabb járulékot kellene fizetni, vagy kisebb nyugdíjat kellene kapni, és ezeket a körülményeket helyesebb, hogyha eltagadjuk. Én magam ezekben a dolgokban nem mernék most pillanatilag egyértelműen állást foglalni. Ha a könyvem provokál, ez nem áll túlzottan messze az én habitusomtól vagy. És hozzájárul ahhoz, hogy a sok szempontból elhibázott sémákból kilépve egy adekváltabb, megfelelőbb, a realitásokhoz jobban igazodó képpel operálva
egy tisztességesebb, emberibb, a társadalmi igazságossághoz, társadalmi értékekhez közelebb álló megoldásoknak a kivitatásához hozzá tudtam járulni, akkor azt gondolom, hogy megírom a könyvemet, és hogy igazán örülnék annak, hogyha ez minél több embert provokálna. Valóban azt gondolom, különben én örülök, hogy te megoldásokat is láttál, én bennem sokkal több a bizonytalanság. Igen, valóban irányokat próbáltam jelezni, azt gondolom, hogy az időskornak ezt a elborzasztó egyenlőtlenségét, ezt nem lehet a leplek alatt tartani, nem lehet a szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést. Ebben az értelemben nem lehet szőnyeg alá söpörni azokat a kérdéseket, amik még egyszer nem a halálban és az életkilátásokban jelennek meg, hanem abban, hogy az emberek hogyan élnek addig, amíg meg nem halnak, és az életkilátásoknak milyen befolyása és meghatározó ereje van arra, hogy az emberek hogyan és mint élnek. Még egyszer, hogyha ebben provokáltam, vitát gerjesztettem, gondolatokat inspiráltam valamilyen formában, új gondolkodás, az kicsit avult és nem megfelelő gondolkodási sémák helyett más és produktívabb gondolkodási sémákat kínáltam fel, akkor azt gondolom, hogy megérte megírni a könyvet. Még egyszer köszönöm nektek a értékeléseteket, köszönöm az érdeklődést, és szívesen válaszolok bármire, ami nekem szól. Nagyon szépen köszönjük, és ami a kiadót érinti, természetesen megfogadjuk ezeket a, megszívleljük ezeket a kritikákat. Visszatérve ahhoz, hogy Balázs olyan címet adott a könyvnek, amely valóban provokatív és meglehetősen szokatlan. Mi megpróbáltuk a könyvnek a vizuális megjelenésével ezt még egy kicsit erre ráerősíteni, Mick Jagger arcával különféle változatokban. Elég leharcolt. Többek között azért is, hogy hát ha a könyv valóban megjelenése arra készíti az olvasót, hogy bele is nézzen ebbe a könyvbe, és a hihetetlen mennyiségű táblázat azért ne ijessz az olvasókat. Nem csak a szakembereknek szántuk, azt gondolom a szerzővel egyetértésben, mármint, hogy nem csak a szűk szakmának szántuk ezt a könyvet, és hát nagyon remélem, hogy többen kézzel fogják venni. Lehetőséget szeretnénk adni most kedves érdeklődőknek, hogy kérdésekkel, vagy akár hozzászólásokkal, vagy véleménnyel lehet a szerzőket, vagy a szakembereinket megkérdezni. Ha ilyen nyílt színen most nincs jelentkező, akkor szeretném ajánlani, hogy akár Balázzsal egy kávé mellett, vagy szakértőinkkel egy kávé mellett lehet beszélgetni, vagy dedikáltatni a szerzővel a könyvet. Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést!